Városunkban is évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat pedagógus napi ünnepséget rendez. Ezúttal a Városháza dísztermében került megrendezésre az esemény. A megjelenteket és a pedagógusokat Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Központ megbízott vezetője, majd Sári Kovács Szilvia alpolgármester köszöntötte. A pedagógus nap tehát minden évben nagyon fontos számunkra, hiszen ekkor van lehetőségünk hivatalos keretek között megköszönni, elismerni a pedagógusok munkáját, egész éves fáradozásaikat, azt, hogy oktatják, nevelik gyermekeinket, unokáinkat. Ünnepeljük tehát ma azokat, mert megérdemlik, akik felkészítik gyermekeinket az iskolára, akik megtanítják a betűvetéstől, az olvasástól kezdve mindazokat az ismereteket, a tudást, és mellette átadva mindazt a muníciót, ami majd a felnőtt élethez elengedhetetlenül szükséges lesz. Ez a mai nap tehát a köszönet és az elismerés napja pedagógusaink felé. Alpolgármester asszony köszöntő gondolatai után az Allegra Quartet előadása következett, majd Szabó Péterné drámapedagógus előadásában hallhattuk Reményik Sándor Akarom című versét. Ezt követően a díjak átadására került sor, melyeket Szepesi Tibor polgármester és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő adott át a pedagógusoknak. A kimagasló nevelő oktató munkájáért karcagvárosi pedagógiai díjat kapott Molnárné Orosz Csilla, a Madarász Imre Egyesített Óvoda munkatársa, Szabó Andrea, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda munkatársa, Birizlóné Mészáros Anikó, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda munkatársa, Szentesiné Nánási Tünde, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola munkatársa, Dánielné Kacsó Andrea, a Szent Pál Marista Általános Iskola munkatársa, Zelenák Erika, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium munkatársa, Mátyus Sándorné, nyugalmazott pedagógus, a Nyugdíjas Pedagógus Klub korábbi vezetője. Nyugállományba vonulása alkalmából pedagógus szolgálati emlékérmet vett át a gyermekek, tanulók oktatása, nevelése érdekében végzett, több évtizedes kiemelkedő tevékenység elismeréséül Alexa József Istvánné, a Szent Pál Marista Általános Iskolából, Posztósné Gyarmati Éva, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvodából, Németné Tőkés Éva, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskolából, Törőcsikné Magyar Erika, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskolából, Futóné Szabó Margit, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolájából, Bordásné Nagy Ildikó, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolájából, Molnárné Balog Éva, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskolából, Boruzs Lajosné, a Kádas György Egymiből, valamint Németné Szopkó Mária, a Kádas György Egymiből. A rendezvény zárásaként köszöntötte a pedagógusokat Szepesi Tibor polgármester is. Az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, oktatók, szakoktatók, a pedagógiai munkát segítők ott vannak mellettünk szinte az első lépésektől, az első betűk esetlen kanyarításától a felnőtt életbe való kilépésig. Kellő szigorral, emlékszem még én is, de mindig szeretettel neveltek értékekre és az életre. Nagy dologra, egyesek szerint a legnagyobbra vállalkoznak, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük, és egyben a mindennapokként példaként állnak előttük. A pedagógus nap ünnepi pillanataiban Karcagváros nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm településünk valamennyi pedagógusát, és mindazokat, akik segítik a pedagógiai munkát. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem és gratuláljak azon kitüntetetteknek, akik ma átvehették Karcagváros önkormányzatának elismerő díjait, és természetesen azoknak is, akik állami kitüntetést, elismerést vehettek át. Tisztelt ünnepeltek, kedves pedagógusok! Az oktatás, nevelés, közös munka, ahol a társadalom, a család és a pedagógus együtt tudja betölteni feladatát, mert csak ebben az összefogásban lehet
a gyerek biztos jövőnk záloga. Engedjék meg, hogy még egyszer kifejezzem köszönetünket és hálánkat. Az önök munkája nagyon értékes az egész város, egész közösségünk számára. Kívánom, hogy mindennapjaikat hassák át apró örömök és sikerek. Naponta ölelje át derekukat szerető gyermekkéz, nézzenek fel önökre ragyogó, hálás gyermekszemek, és kapjanak minél több elismerő szót. A Városházán megtartott pedagógus napi ünnepség közös fotózással zárult. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében mi is gratulálunk a díjazottaknak.